Agnai Tamás kérdésére Lénártné Makrai Klára válaszolt. Egy nagyon érdekes élményem volt az elmúlt egy hónapban. Rendszeresen reggelenként angol és magyar nyelvű kis céduláskákat szedek ki a belvárosi templom és a belvárosi általános iskola utcájában parkoló autóknak az ablaktörője alól. A céduláskákon az van, hogy 9 remek pécsi lány, szőke, barna, vörös, amilyen szeretnél, szolgáltatásaival vár a magánlakásán, gruppensex, leszbisó, popószex, telefonszám, stb. A gyerekek jönnek reggel iskolába, szedik ki az ablaktörlő alól azokat a cédulákat, elteszik, aztán bemennek a Vörös Marti Mihályról szóló magyar órára, vagy a Mohácsi Vészről szóló történelem órára, és folyik az élet tovább. Azt szeretném megkérdezni a belvárosi iskola egyik tanárától, hogy pedagógiai szempontból hogyan értékeli ezt a jelenséget, hogyan kezeli, hogyan lehetséges kezelni ezt a jelenséget? Szerencsére én ezekkel a lapokkal nem találkoztam, viszont találkoztunk nagyon sok újsággal, filmmel, egyéb szóróanyaggal, ami hasonló témáról szólt, és nagyon nehéz ezekkel a problémákkal szembenézni, és ezért úgy gondoltuk, hogy sokkal jobb, hogyha mi az iskola, a pedagógusok a másik oldalt mutatjuk meg a gyerekeknek. Tehát nem ezt a nyers szexualitást, nem azt, ami az embert, a legszebb emberi érzéseket egy szórakoztatóiparrá, egy nyers vázzá mezteleníti le, hanem ennek a másik oldalát, ami az érzelmekről szól, a szeretetről, a szerelemről. És ezekről a tanítási órákon is sor kerül. Most ha csak az én tantárgyaimat nézzük, magyar irodalmat, történelmet, a költők szerelmi költészetével, magánéletével foglalkozunk, akkor is beszélünk erről, hiszen húsvér emberek voltak, és őnekik is voltak ilyen gondjaik, érzéseik, vágyaik, és ezt nagyon szépen tudták megfogalmazni. Vagy rajzórán, vagy történelmórán, mikor művészettörténetről van szó, természetesen a gyerekek először nevetnek, mikor meglátják a Willendorfi Vénuszt, de amikor megtudják, hogy mit jelent és mit akart ábrázolni ez a szobrocska, akkor megváltozik a képük. Ugyanígy Michelangelo Dávidjáról is ezt tudom mondani. Vagy bármelyik más órán, akár egy osztályfőnöki órán is, hiszen a gyerekek életkori sajátossága, a kíváncsiság, az érdeklődés, pláne kiskamaszkorba fokozottan a szexualitás felé fordul mindez, és akkor a gyerekekkel el kell ezekről a dolgokról beszélgetni nyíltan, őszintén, tabuk nélkül, meg kell velük beszélni, nem lehet a szőnyeg alá söpörni, akármilyen óráról is van szó, és természetesen a szülőkkel is össze kell fogni, és ővelük is beszélni kell. A gyerekeknek kellene pontosabban erről a témáról, hiszen nagyon fontos, hogy a gyerek mit hall, mit lát, mit tapasztal otthon, és hogy ezt hozza az iskolába. És ha a szülő meg az iskola összefog, akkor eredményt tudunk elérni, hogy a minket elárasztó szennyes mocsokkal szembe felvegyük a harcot, és megmutassuk a gyerekeknek az élet másik oldalát, mert igen, hozzátartozik, hogy van testünk, érzéseink, a szexualitás is az emberhez tartozik, de nem ennyire profán és nyitott módon, hanem sokkal szebben, és hát az érzelmeknek kell főhangsúlyt tenni az érzelmekre, hiszen hát az iskolának a feladata a tanításon kívül a nevelés is, és azt hiszem, hogy itt van a főhangsúly, hogy hogyan neveljük a jövő generációját. És hogyha már a szennyről és a mocsokról ejtettem szót, akkor a következő kérdést a dr. Tisza István úrnak szeretném föltenni, a TESZ elnökének, hogy mit tud tenni egy civil szervezet a város tisztaságáért, virágosításáért? Mit tud tenni azért, hogy a hegyoldalt ne szemétlerakóhelynek használják az emberek? És mit lehet azért tenni, hogy helyrehozzuk a mecsekkaput, vagy pedig a sétálótak mentén levő kis pihenőhelyeket, flórakilátóra gondolok? Vagy esetleg azért is lehetne valamit tenni, hogy a Zsolnai Mauzóleum végre egy igazán idegenforgalmi látványosság legyen, hiszen azt hiszem, hogy az a gyáralapító, akinek Európa hírét köszönheti a város, ennyit megérdemelne.